Kis József a Borsodabói Szemplén Vármegyei Levéltár igazgatója, stúdiónk vendége. Párosunk városunk múltjának egy sötét szeletéről ö, tartott előadást a napokban. Ö, 80 éve történt tömeggyilkosság volt a ö, témája. Ö, tehát maga az előadás az egy emlékmű avatásának a napját idéz, vagy előzte meg. Ö, tehát milyen tömeggyilkosságról van szó pontosan? Igazából nem egy tömeggyilkosságról van szó, hanem több tömeggyilkosságról van szó, ami a vészkorszak idején történt a város különböző határaiban, jelesül Lila felett létrás tetőn és környékén, illetőleg a Gadótanyán, ami viszont ott a Pesti út környékét jelenti. Az előadásomban ez eh, hozzátéve foglalkoztam olyan esetekkel is, amikről annak idején a sajtó, mint tömeggyilkosságokról eh, cikkezett, de aztán később azok eh, nem bizonyosodtak be, viszont eh, más helyen is történtek halálesetek, ezért foglalkoztam eh, külön egy kicsit a gyári eh, gettó eh, körülményeivel, hiszen ott is egy eh, dr. Gimes Imre, most lehet, hogy nem jól mondom az ő nevét, Miskolci ügyvéd vesztette életét, akit szakés közben lőttek le, illetőleg foglalkoztam az úgynevezett Arany János utcai kínzókamráknak a történetével, az Arany János utca 19 és 68 szám alatt volt a csendőrségnek egy-egy vallató helysége, lett a csendőrség nyomozóosztálynak a vallató helységei, ők már a gettó bazárt hiszen a belvárosban alakították először a gettókat, gettók területét, lett a gettó területét a ez a nyomozócsapat arra szakosított, hogy a gettóban lévő zsidók által elrejtett arany és más értékesebb vagyontárgyakhoz hozzájussanak, és ezért egymás után hívták be gyakorlatilag a városi zsidóság vagyonosabb polgárait, vetették őket akármilyen eszközökkel vallatás alá, amennyiben önként nem önként nem számoltak be arról, hogy hol rejtik el az égszereket vagy aranytárgyaikat, akkor viszont a felső utasításra amúgy a legkeményebb eszközöket alkalmazták velük, és valóban kínzások történtek, és az egyik ilyen esetnél dr. Hollander Béla ügyvéde, a ügyvédi kamara volt elnöke, a elnöke, Miskolc ügyvédi kamera volt elnöke, vesztette illetét, és azért is gondoltam, hogy erről a két területről is szükséges beszélni. Az előadás gerincét azonban valóban a létrás tető és a gadó tömeggyilkosságok kérdésével töltöttem. Mind a kettő más-más történet. Az egyik az részben a nyilaskeresztes párthoz, részben pedig a, a itt is tevékenykedő SS-hez köthető. Azt el kell mondani, hogy létre estetű, illetve a környékén több mint 130 embert végeztek ki. Lőttek tömegsírba, ez általában a tarkó lövés volt, hasonlóképpen a gadótonyaihoz is, arra majd a később folyamán visszatérek. A Létrás tető, így összefoglalóan nevezzük ezt, mert létrás tető Jávorkút, Csemetekert több helyen ö, találtak ö, tömegsírokat, és ezeket hívjuk így összefoglalóan létrás tetői, ö, tömegsíroknak. Tehát az itt lévő áldozatnak a túlnyomó többsége zsidó munkaszolgálatos volt, viszont előfordultak ott keresztény származású eh, halottak is, hiszen szökött katonákat is eh, a visszavonuló német és magyar egységek részéről végeztek ki, és ezek a szöke, eh, szökött katonák is pont ugyanolyan eh, tragikusan fejezték be életüket, mint a már, eh, hogy fogalmazzak, nem lehet szépen fogalmazni, hasznosíthatatlan vagy már zavaró eh, zsidó munkaszolgálatosok mm. Ezt ö, nem mondtuk, a, én nem mondtam a dátumot, hogy 1944. október-novemberében történt, ugye? Tehát ez pontosan a napokban, 1944. november első hetében történtek a létráztatói tömegkivégzések. Nem tudjuk az összes áldozat, nem ismerik az összes áldozat személyazonosságát, aminek kettő oka van. A létreíteme meggyilkosságok. Uh... Nála a tömegsírok feltárásakor, exhumálásakor készült boncjegyzőkönyvek jelenleg nem ismertek, jelenleg jobb tudomásom szerint nem maradtak fenn az utókor számára, úgyhogy leginkább korabeli sajtócikkekből ismerhetjük meg, hogy milyen körülmények között történtek ezek a boncolások, illetőleg, hogy a tömegsírok feltárásakor mi, mi az, amivel szembesültek az ott lévők másrésztről pedig nem lehetett mindenkit azonosítani. Tehát mivel, hogy a visszavonuló SS katonák, vagy egyáltalán német hadsereg, vagy akár magyar hadsereghez, hadsereghez csatolt munkaszolgálatos zsidó kis századok, egységek, ország bármelyik részéből ide kerülhettek, a helyiek nem ismerték őket, tehát ami után exhumálták a halottakat, azokat, akik nem helybeliek voltak, azokat nyilvánvalóan nem volt, aki felismerje. És amennyiben ezeknél a személyeknél nem találtak olyan személyes tárgyat, mondjuk egy igazolványt, vagy levelet, vagy bármiféle hiteles dokumentumot, ami a személy azonosságára utalt volna, akkor nyilvánvalóan ismeretlen halottként lett utána anyakönyvezve. Úgyhogy rengeteg embernek nem ismerjük a kilitét. Két csoportot lehetett azonosítani az áldozatok alapján, akiknek viszont még a történetét is uh, körülbelül ismerni lehet. Ennek az egyik, az egyik csoport a dr. Petrási Miklós által vezetett katonakórházhoz köthető. A dr. Petrási Miklós orvos katona katonakórházában rejtegetett zsidó munkaszolgálatosokat. És amikor már elkezdett forróvá válni körülötte a talaj, meg ráadásul ez a kiürítésnek az időszaka már november eleje, amikor egymás után kapják meg mind a fegyveres szervek, mind a közigazgatási szervek, vagy akár a vasgyár is, hogy nyugatra kell menekülni a front elől, az orosz csapatok elől, nyugatra kell vinni mindenféle egységeket és értékeket, akkor ő megbeszélte a jó barátjával, a dr. Kopári József, kórházigazgatóval, hogy azokat a, a bújtatott munkaszolgálatosokat ő átvegye, átveszi tőle. Ez meg is történt, és a Erzsébet kórháznak egy kieső területén, ahol akkor semmiféle betegellátás nem történt, és a kórházi, egy-két kórházi dolgozón kívül senki nem járt oda, tehát egy elkülönített Területen létrehoztak egy úgynevezett pótszemészetet, ami nyilvánvalóan egy fedőnév volt arra, hogy ott zsidó munkásszolgálatosokat rejtsenek. Ez körülbelül 30 főt jelentett. Na most november 1 amikor a helyi nyilaspárt pártszolgálatos csoportja a raziát tartotta kórház területén, akkor felfedezték ezt a társaságot is, és letartóztatták. Először bevitték őket a Rákóczi utca egy szám alatt lévő hűségházába, a nyilas... Ez a sötét, kapu. Igen, sötét Igen, sötét kapunál volt a uh, nyilas párt székház a, a hűségháza, és uh, ott voltak a fogdák is, és ott helyben uh, vetették őket uh, vallatás alá. Közülük jó páran voltak miskolciak is, sok volt közöttük a budapesti vagy máshonnan származó munkaszolgálatos is, de több közöttük miskolci volt. Nyilvánvalóan a kínzások, vallatások arra irányultak, mint ahogy a csendőrségnél is, hogy valamiféle értékeket lehessen belőlük kiszedni. Egyfajta túszként kezelték őket is, ezáltal próbálták amúgy a családjukat is rávenni arra, hogy próbálják pénzzel megváltani a szabadságukat, amit nyilvánvalóan mindenki tudott az érintettek közül, hogy ez utána nem fog teljesülni. Nem is teljesült, úgyhogy utána ezt a társaságot néhány nappal később előbb átvitték a Glósz kitérőbe. Ott volt még egy nyilás pár székház, majd pedig oda még lehet tudni, hogy nyilasok szállították el őket, onnan viszont valószínűleg már inkább SS katonák lehettek, akik tovább szállították őket létrás tetőre, a füred felé, ahol megtörtént a kivégzésük. Miért, miért pont oda vajon? Miért a Csanyikot? Hát ez a Csanyik környéke, ugye? Vagy a Csanyiktól egy kicsit feljebb, hogy miért pont? Hát feljebb ez azt Lilafüred, hogy megérkezik az ember Lilafüred, de igazából egy felfele, uh -huh. ott a hegygerincen túl lévő területről beszélünk egy pár órás sétával két, ó, két irányból is megközelíthető, illetőleg hát Jávorkút irányában van a, a betonút mellett, és ez is nagyon fontos tényező, hogy gépkocsival már akkor is meg lehetett közelíteni. Azt hozzá kell tenni, hogy Jávorkúton euh, építettek Betlen István miniszterelnöknek egy vadászkastélyt, vagy vadászházat. Itt attól függ, hogy milyen szemüveggel nézzük, inkább vadászház az, mint kastély. És e, amiatt ott volt már eleve egy betonút, ami a mai napig is ugyanaz a betonút, ugyanaz az út. Tehát e, a várostól kieső területről van szó, ami betonú, betonú e, úttal gyorsan megközelíthető. Ott a környéken van jó pár barlang, e, víznyelők. E, olyan helyek, ahol viszont ezeket a kivégzéseket a külvilágtól elzárva viszonylag gyorsan meg lehet oldani. Úgyhogy így is történt, ezeket a, a Bethlehem vadászkastélyához vezető betonutat felhasználva vitték oda teherautóval a, az áldozatokat, majd utána pedig egyenként belelőtték őket a tömegsírba. Mm. a sírokba, egészen pontosan mikor fedezték ezt fel? Tehát gondolom, hogy ez itt sokáig nem tudott róla senki, ugye, hogy ott történtek ezek a gyilkosságok? Hát igazából, ahogy a a szovjet bevonulás után nem sokkal már bizonyosan lehetett erről tudni. Az első vallomás, amely konkrétan létrási kivégzésekről beszél, az 1944. december 22-én vétetett fel. Érdekes módon az a nyomozó, aki felvette ezt a jegyzőkönyvet később, mint szemtanú, Jelentkezett, illetve mutatkozott meg. Pári elnő nevű, akkor már tisztről van szó, korábban nyilván gyári munkás volt, aki egy társával együtt, aki szintúgy rendőr volt, jelentkeztek és azonosították ezeket a Tömegsírokat, illetőleg részben erdészek segítségével sikerült ezeknek a tömegsíroknak az azonosítása. Ez azért is fontos, mert ezek 1945 tavaszán történtek ezek a feltárások, tehát hónapokkal később az úgynevezett felszabadítás, tehát a mm. szovjetek bevonulása után, tehát nem azonnal kezdtek hozzá, nem volt annyira fontos számukra, hogy azonnal hozzá a tömegsíroknak a feltárásához. És azért is fontos, mert ezek az állítólagos szemtanúk ahányszor beszámoltak ezekről a tömegsírokról, illetve a tömeggyilkosságokról, minden egyes nyilatkozatukban egy picit eltérően, hát nem is annyira picit eltérően beszéltek a körülményekről. Tehát először arról beszéltek, hogy a bombatámadástól félve mentek fel a bűkbe családostól aztán utána azt mondták, hogy szökött katonaként mentek fel. A 80-as években már ott tartottak, hogy a Makán ellenálló csapat tagjaként szovjetek és zsidókat bújtatva kerestek ott valamiféle rejtek helyet, amikor észrevették, hogy éppen ezt az katonák gyilkosságot hajtanak végre. Tehát ahányszor beszéltek róla, mindig eltért valahogy néhány körülmény, ami nyilvánvalóan Pele János történészben is ugyanezt a kérdést tette fel, mint bennem, hogy ezek az emberek milyen, milyen célból voltak ott, hogyha valóban szemtanúk voltak, hogy nem tudják egyféleképpen elmagyarázni ugyanazt az egyetlen egy sztorit. Még azt sem tudják megmondani, hogy milyen körülmények között, hogy kik voltak, milyen minőségben, hány katonával, magyarral, némettel találkoztak. Tehát felmerül az a kérdés, hogy ezek az emberek nem csak a feltárásban, hanem a sír, tömegsírok létrehozásában is adott esetben részt vehettek. De az biztos, hogy valami nem stimmel a sztoriukban. Kiderült valami utána? Nem, nem, nem lehet tudni pontosan. A történeti kutatásoknál az a probléma, illetve a történészek nagy átka, hogy sokszor kérdéseket tudnak csupán feltenni, mert a válaszokat nem tudják. A kérdés nekem is fel kell tennem, hogy miért volt ott Párizs Szabadkai Bélával, amikor voltak ezek a tömeggyilkosságok, mert ahányszor beszéltek róla, mindig más mondtak. És egymáshoz képest is más mondtak. Nem ugyanazt a sztorit elő. De akkor, akkor miért voltak ott? Találtak -e egyáltalán? Meglettek a felelősök? Vagy lehet-e ilyenkor egyáltalán keresni? Keresni, azonnal kerestek is, ők voltak azok, akik elindították ezt a keresést. A világháború vége után ezek az eljárások nagyon sokszor mondjuk egyértelműen öncélúak voltak, tehát akár személyi bosszú, eredménye volt, hogy valaki ellen eljárást indítottak, vagy pedig a kommunista párt hatalmi törekvéseivel függött össze az, hogy kit és mivel vádolnak meg. Úgyhogy nagyon sok ember ellen emeltek vádat, amiatt, hogy neki köze volt a létrás tetői tömeggyilkosságokhoz. Igazából egy, 1945 után, szoros értelme, 45 után, 1945-ben egyetlen egy embert, hogy Langfejt Károly nevű embert ítéltek el, hogy jól emlékszem, kényszer kényszermunkára. Na ő volt az, aki oda szállította a Glósz kitérőbe az utóbb létrás kivégzett személyeket, de egyetlen egy olyan embert nem tudtak bíróság elé állítani, vagy megnevezni, aki konkrétan ezekben a tömeggyilkosságokban részt vett volna. Ennek az is lehetett az oka nyilvánvalóan, hogy minden információ szerint, a legjobb tudomásom szerint ezeket SS katonák hajtották végre. Azt hozzá kell tenni, hogy az SS-ben amúgy nem feltétlenül németek vettek részt. Tehát azok a személyek, akik német származásuként beléptek a Forzbunkba a világháború időszakában, azok azt hitték, hogy akkor egy német egyesületbe lépnek be, de később a fiaikat arra kötelezték, hogy a német vagy a magyar SS-be lépjenek be, és ott teljesítsenek szolgálatot, és ezek a egykor Forzbunk tagok, SS-tagként Ugyanúgy részt vehettek ilyen jellegű tömegkívülzésekben, mint ahogy ez amúgy a gadótanyainál is felmerül, hogy ott is Magyarok, illetőleg magyar állampolgárok is érintettek lehettek, mert ott rendelkezünk egy névsorral, amely egy konkrét névsorral is, hogy kik azok, akik részt vehettek a tömeggyilkosságban, és ott nagyon sok bácskai fiatalembernek is a nevét lehet olvasni, akik, mint ahogy mondtam, Forzbundba beléptek, majd utána az SS kötelékében szolgáltak. Ott, ott, ott mi történt pontosan? A kadótanya az egy más történet a kadótanyai történethez vissza kell egy kicsit menni a getósítás időszakához, illetőleg a deportáláshoz. Tehát amikor megkezdődött a deportálás a tégladjári gettóból, illetve nem is még, a, mi, amikor elkezdődött megkezdődött az elhurcolás a téglagyári gettóba, akkor volt egy körülbelül 40 fős társaság, akiket nem vittek el a téglagyári gettóba, és onnan utána nem deportáltak Auschwitzba. Ez a 40 fős e, zsidószármazású társaságnak egyetlen egy feladata volt, az, hogy a helyi német e, igényeket kielégítse, számukra különböző szolgáltatásokat végezzen. Ebből következően a férfiak többnyire iparos emberek voltak, akiknek lakásfelújítás kellett végezniük, vagy bővítés, vagy átalakítási munkálatokat. A nők takarítottak a SS Gestapo STB tisztetnek a lakásán, tehát igazából a német tisztek kiszolgálása céljából hagytak itt egy körülbelül 40 fős társaságot. Azért mondom, hogy körülbelül 40 fűs, mert hogy ennek a létszáma időről időre változott. Az SSZ-nek a székhelye a Kassán volt, a Kassai alárendeltségben működött a Miskolci, és azért Kassa és Miskolc között ezeket a zsidó származású szerencsétleneket időről időre cserélték, úgyhogy változott a létszám is. Azt lehet tudni, hogy az utolsó napokban 43 fő volt, akiknek körülbelül a fele volt Miskolci, de volt benne két Kolosvár is, és voltak benne kassaiak is, és közülük hat embert a tömeggyilkosság előtti nap, Október 23-án elvitte a Balassa az előbb is jeleztem, hogy ez már a nyugatra való kivonulásnak az időszaka, majd onnan Czfikaubba. Na ez az a hat ember volt az, akik közül három visszatért, mint családtag, mint sértetti családtag mint túlélő, és ők voltak azok, akik el tudták mondani, hogy milyen körülmények között élt ez a 40 ember korábban, hogy kiknek teljesítettek milyen jellegű szolgálatot, és azt is, hogy, hogy a, hogy a őket őrző, felügyelő, igazgató, SS, ez kik tartoztak hozzá, ki volt a parancsnok, ki volt a gépkocsi vezető, kik voltak azok a bácskai legények, akik ezt takként szolgáltak ebben a társaságban, és így tovább. Tehát nekik köszönhetően ismerhető ennek az SS társaságnak a teljes névsora. És az őket, hogy fogalmazzak, segítő itteni miskolciak, akik adott esetben titkárnők voltak, vagy bármilyen más szolgálatot láttak el a számukra. Na most október 24-én, egy nappal azután, hogy kassán is hasonló vérenzést végeztek egy környező erdőbe, ezt a társaságot, akik, akit amúgy Hadérokantak utca két szám, meg a Szemere utca, jól emlékszem 25 szám alatt, ö, ö, őriztek korábban, ott volt a lakhelyük, őket összeszedték és kivették a Pesti, az országút, mert ez már kis Tokaj területéhez tartozó közgazdatási területéhez gadótanya, és e, tarkólövéssel, majdnem kettő kivételével tarkólövéssel kivégezték őket. Előre eltervezett akció volt, már előtte lévő a felmérték a terepet, már reggel a környező földeken dolgozó földműveseket elzavarták. Itt viszont van szemtenú, mert a fültanútabb is van, akik a, a, közelben tartózkodtak, pár száz méteres közelben tartózkodtak, de van egy apafia páros, Détót Géza is édesapja, akik viszont a utasítás dacára is a helyszínen maradtak is a távolból, de végignézték a tömeggyilkosságot, illetőleg annak a részét, úgyhogy az ő elmondásukból is tudjuk, hogy hogyan terelték le őket a terrautóhoz, majd utána lemeztelenítették őket, és egyenként belelütték őket a tömegsérbe. Itt megvannak a boncjegyzőkönyv is, a levéltárunk kirataiban megtalálható az eredeti boncjegyzőkönyv is, ami azért fontos, mert Elárul néhány információt. Egyrészt azt, amit mondtam, hogy a túlnyomó többséget uh, tarkó lövéssel végezték ki. Két embert nem. Volnár útnét uh, halántékán érte a lövést, és volt egy uh, asszony, aki most nem fog eszembe jutni a neve, uh, akinek viszont halálok az volt, hogy fulladás. Szegény asszony gondolom ellenállt, vagy valami történhetett, minden esetre az oldalába kapott egy lövést, és úgy dobták bele a tömegsírba, viszont, mint a boncolás során kiderült, a, halál, a halálát az fulladás, ahogy ott is írják, élve eltemetés okozta. Az is kiderül a könyvekből, hogy a... Tömeggyilkosság elején, mint mondtam, mindenkit lemesztelenítettek, minden értékétől megfosztottak, majd utána hátulra kaptak egy tarkólevést. De egy idő után már egyre több ruhadarabot hagytak rajta az embereken, és az utolsóknál már aranyékszerek voltak a nyakban, rajta maradt a gyűrű, náluk maradt a készpénz, rajtuk maradt a női cipő, tehát ott már... Egyes normális hétköznapi ruhában találunk embereket, valószínűleg ekkor már siettek a kivégzéssel. Itt 37 embert végeztek ki. A bejelentősek a szovjetek bevonulása után azonnal megkezdődtek, viszont itt is tavaszig kellett várni ahhoz, hogy megkezdődjön a tömegségnek a feltárása nyilván annak a feltárása nem okozott nehézséget, mert, a, mert hogy volt szemtanú is, és a, a maga az a földtulajdonos is, egy helyi csabai földműves is pontosan tudta, hogy hol vannak az ő vagy hol van a földterületén a, a tömegsír, úgyhogy itt általunk is ismert módon történt meg az exhumálás, a boncolás, majd utána pedig a helyi Csaba Izraeli temetőben a újra temetés, illetve méltó körülmények közötti eltemetésük. Itt felelősségre tudtak vonni bárkit azok közül, akik ezt elkövették? Itt egyértelmű volt, hogy az SS hajtotta végre, és itt amúgy semmilyen nyomozás érdemben nem indult. Pont azért, mert hogy nem Magyarországon tartózkodtak azok a személyek, akik ezt a legjobb tudmás a hát túlélők ismereteivel fakadóan elvégezték, vagy végrehajtották ezt a tömeggyilkosságot. A 1960-as években elindult egy új hullám, a felelősségre vonás tekintetében. Ekkor történtek Európában az utolsó ilyen nagyobb nyomozások, amikor még a háborús bűnöseket igyekeztek kézre keríteni és bíróság elé állítani, felelősségre vonni őket. Ekkor indult el igazából először érdemi nyomozás itt Miskolcon is. E, igyekeztek baráti országok külföldi kapcsolatait is felhasználni, mind a létrástetői, mind a gadótanyai tömeggyilkosok kézre ügyében, de érdemi eredményt ekkor sem sikerült felmutatni. A németekkel nem, nem láttam annak nyomát, hogy sikerült volna kapcsolatot létesíteni. Annyit lengyel titkosszolgálati forrásból tudták meg később azt, az már csak 1971-ben, hogy kik azok a német tisztek, akiket különböző tömeggyilkosságok miatt felelősségre vontak, és itt két szemét neveztek meg a itt tömeggyilkossággal kapcsolatosan, mármint nem a listában, hanem akik az arról készült átiratot készítették, azok viszont az 1945-ös listában érdekes módon nem szerepelnek, őket a tömeggyilkosság áldozatainak a hozzátartozói nem ismerték, a túlélők őket nem ismerték, úgyhogy ők abban a listában nem voltak, tehát Elmondhatom azt, hogy a gadótai tekintetében semmilyen felelősségre vonás nem történt. A létrás tetői tekintetében amúgy történt több kivégzés is. 1948-ban, illetőleg 49-ben Drótos, Zsulát, Kralcsi, János és Csicsics Bélát végezték ki. Ők voltak először hárma. Ez a kivégzés, viszont, illetve ezek a kivégzések meg maga az eljárás viszont össze fonódat egy másik ügyjel, hiszen amikor a nyilasok távoztak Miskolcról november elején, akkor először Győrbe, illetőleg Győr környékén telepettek le, mielőtt elhagyták volna az országot. És ott e, Mosont-Szent Miklós környékén is a Miskolci nyilasok, a dokumentumok egybehangzó tanulsága szerint jó pár végrehajtottak ott, viszont saját kezdőleg, tehát ott nem az volt, hogy átadták az SS-nek, hanem ők maguk hajtottak végre tömeggyilkosságokat. Köztük e, olyan e, munkaszolgálatos csoportok ellen is, legalábbis egy ilyen biztosan volt, amelynek a körülbelül a felem Miskolci izraelitákból állt, velük amúgy külön e, megkülönböztetett kegyetlenséggel jártak el a kínzásaik során, majd utána nyilvánvalóan őket is ugyanúgy a tömegsérbe belelőtték. Tehát a létrás tetői és a Moson-Szemiklós környéki tömeggyilkosságokat egyszerre vizsgáltak ki akkor a politikai rendőrség, és ez ügyben történt 48-49-ben ez a három kivégzés. Érdekes módon 55-ben újabb három kivégzés történt, 53-ban merült fel, akkor már Budapesten szolgáló pártitkára kapcsolatosan, hát hogy neki nyilas múltja is lehet, sőt, nyilas párszolgálatos múltja is lehet. Ő volt az az egyik ember, aki Erzsébet kórház dolgozóként amúgy részt vett a november 1 i nyilas razzián, során az egyik csoportot letartóztatták, és ők azok, akiknek nagy részét után létrástatunk kivégezték. Belül, belül lett utána az első rendű vádlott ment az oltán, és bele, mellett, bele, együtt még két másik társát is 1955-ben kivégezték. Tehát a létrás tetőivel összefüggésben, de leginkább a Moson Szent tömeggyilkosságok okán hat kivégzés történt. 1948-49-ben, illetőleg 1955-ben, adóutánjai tekin tekintetében egyetlen egy ember ellen sem indult eljárás. Mm gondolom ezeket ma már nem is nagyon lehet így kutatni, vagy lehet kutatni még, hogy, hogy esetek lehettek ebben benne, tehát ilyen, vagy, vagy egyáltalán nincsen semmiféle dokumentum így ennek hát A kutatásom során az összes lehetséges iratot megnéztem amennyiben új írott együttes erő valamilyen oknál fogva, akkor én leszek a legboldogabb, hogyha közelebb kerülhetek a létrás tetői tömeggyilkosságok történetéhez, hiszen az egy, az egy, az inkább képez egy nagyobb foltot, mint a gadótanyai, ahol részletesen ismerjük magát a folyamatot is, az oda, oda, is, a kiválasztást is, a végrehajtást is, pontos ismereteink vannak mindenről kevés esélyt látok rá, hogy annál több információhoz juthassunk, mint amennyi most jelenleg rendelkezésünkre áll. Mm. Eltelt 80 év, és tulajdonképpen most ö, állítottak egy emlékművet ott létrástetőn. Hogy vajon mi lehet az oka, hogy ennyi idő eltelt? Tehát, hogy tulajdonképpen ott kirándulunk nap, mint nap, nagyon sokan szeretnek a, ott azon a környéken kirándulni a bükben. Volt ott hogy... egy eredetileg egy emlékmű, csak az inkább, a, mint mondtam, a páröcsi női stársainak a mokános múltjával, munkásmozgalmi múltjára utalt, és nem magára a zsidó tömeggyilkosságokra, de ott a helyszínen volt emlékmű. Hát most most jött össze egy olyan társaság, amely fontosnak érezte ezt a kérdést. Hm. Ez korábban is megtörténhetett volna, ez most történt meg. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.